Alig egy hónapja, hogy elindult a Tejkifli program, a Hargita megyei fogyasztóvédelmi felügyelőséghez már is több udvarhelyszéki tanintézet is benyújtott a panaszát a kormány 10 óraival kapcsolatosan. Legtöbb esetben a kifliket szállító tordai céggel nem voltak elégedettek, hiszen a péktermék kivétel nélkül szinte minden esetben ehetetlen volt, arról nem is beszélve, hogy nem frissen került a diákok kezébe, hanem olyan esetet is jelentettek, hogy a több napra előre leszállított kifli szavatossága időközben lejárt. Panasszal fordultunk a tanfelügyelőséghez és a megfelelő szervekhez, mert megtörtént ez az eset, hogy 4 napra előre szállították le a kifli mennyiséget, úgy, hogy közben beleesett a hétvége is, tehát azt jelenti, hogy már szinte 6 nap lett a végére, illetve hétvégén már le is járt a kifliknek a szavatossági ideje. Ez azért okozott problémát elsősorban, mert vannak olyan gyerekek, akiknek ez a napi 10 óraiuk lehet, hogy a reggeliük is. Az lehet, hogy örvendett az a gyermek, hogy kiosztottuk akkor, hogy ne menjen kárba, úgymond 2 kiflit 1 napra, de akkor neki lett volna 2 olyan napja, amikor nem kap egyáltalán 10 órait. Stábunk a székelyudvarhelyi Tompa László általános iskolába forgatott, ahol a pedagógusokat kérdezve megtudtuk, a tejet szívesen fogyasztják a diákok, ezt egy helyi cég a Lactis szállítja, a kiflivel viszont nincsenek megelégedve. Az egyik tanítónő szerint a fűrészpornak is ilyen íze lehet, míg egy másik pedagógus elmondta, anyaként nem adná gyereke kezébe az ehetetlen 10 órait. A legtöbb kifli, mivel nem ízlik a diákoknak, a szemetesben végzi, viszont vannak olyan osztályok is, ahol közös megegyezés alapján a kifliket hazaviszik a házi állatoknak. Az íze mellett láthatóan a péktermék méretével is probléma van, amit már a diákok is észrevettek, mondta el az egyik pedagógus. A kiflivel nem igazán vannak megelégedve se a gyerekek, se a szülők, semmi tantestületi tagok, hiszen a tavalyhoz képest nagyon sokat romlott a minősége. Az egyik problémánk az volt, hogy a szavatosság ideje az ugyan 2 nap, de szerintünk a 2 nappal előtte le van gyártva, tehát 4 napot nem tudunk elképzelni, hogy egy kifli, egyáltalán egy pékáró az friss legyen, ehető legyen, minőségi legyen. A nagysága is változott a tavalyhoz képest, egyre kisebbettek a kiflik, az acskó mérete az marad. A beérkezett panaszok következtében a fogyasztóvédelmi felügyelők ellenőrizték a tordai cég által szállított pékterméket, és azt több szempontból sem találták megfelelőnek. A kiflinek nem csak minőségével, hanem szállítási idejével és a súlyával is problémák voltak. 20-ból csupán 6 volt megfelelő, így a felügyelőség múlt hét végén behívatta a cég vezetőjét, és 10 000 lejes pénzbírságot szabott ki a vállalkozásra a fogyasztóvédelmi előírások megszegéséért. A tordai vállalkozásra egyébként tavaly is sok volt a panasz, akkor 15 000 lejre bírságolta meg a megyei fogyasztóvédelem.